hogy 250 méter ez a hajózó rész, a Duna sodorvonalait megközelíti a partot, éppen ezért úgy építették ki a zsilibrendszert, hogy hajózás szempontjából a legszerencsésebben megközelíthető legyen. A zsilibet az akkori modern technika alapján építették, kapui is villanyjal, vagy talán még gőzzel nyíltak, nem is tudom, de inkább már akkor már villanyjal nyíltak. A kapun, amit át tudunk kelni, az is darabonként valami 50 tonna, mert hatalmas víznyomás nehezedik erre a zsilip részre. 400 méter széles itt a Duna, és tessenek elképzelni, hogy a áradás idején a vízszint olyan magas, hogy ezt a szigetet messze elfedi a víz. 7-8 méterrel magasabb itt a vízszint, mint a Soroksári Dunánál, hatalmas víznyomás nehezedik a zsilipre. Ezért a zsilip kapu előtt, majd tetszenek látni, van kőből vésett rész, ahova beteszik a vas traverzeket az áradás idején. És mondhatom, hogy a legutolsó árvíz, amelyik 2006-ban volt, az már olyan magas volt, hogy a traverzeknél 20-25 centivel volt csak lejjebb a víz. Na most ez az egész zsiliprendszer védi a Ráckevei Soroksári Dunát. Tehát ha ezen beözön lenne a víz, akkor elönteni az egészet, mert nincs gátrendszere igazán a Soroksári Dunának, egy alcsatakarán van, viszont a Nagy Dunának végig gátrendszere van. Most már felszínik a vízbebocsájtó zsinit is, és az előző zsinitje is. Egyébként nem régen újították föl, 2004-re készült el az előző felújítása. Na most ez az erőműi generátor, 60 turbinák egyébként, nem csak arra szolgálnak, hogy áramot termeljenek, hanem szivacsuként is működnek alacsony vízállásnál, amikor a Nagy Duna szintje alacsonyabb a Soroksári Duna szintjénél, és nem lehet.